Az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum megállapodott egymással, hogy kik legyenek a kerületi polgármester jelöltek az őszi önkormányzati választáson. Az LMP ugyan részt vett a tárgyalásokban, de végül nem írta alá a megállapodást. A Jobbik pedig jelezte, nem kér ebből az összefogásból. Vendégünk két polgármester jelölt, Tüttő Kata és Soproni Tamás. Azt el lehet már hinni, hogy két leendő polgármester ül velem szemben? Tehát, vagy pont fordítva, csak ezzel a hittel szabad ennek nekiállni. Jó estét! Hát nyilván mind a ketten jó estét, azért indulunk el, hogy polgármesterek legyünk. Nyilván nyilatkozhatom talán a Tamás nevében is, de hát én elég régóta készülök önkormányzati szerepben arra, hogy várost vezessek, vagy városrészt vezessek, hiszen 12 évig vettem részt a fővárosi közgyűlés munkájában, és foglalkoztam Budapest egészével, így a belváros fejlesztésével is. És igen, erre készülünk. Belváros szíve, ha már a belváros fejlesztésével. De arra mit gondol? A Budapest szíve programról? Uh-huh. Pont ezt szoktam mondani, hogy ugye a fővárosban ez az év, ez változás éve lesz. Mi ugye abban bízunk, hogy lesz ellenzéki főpolgármester a városnak, és a város szíve a belváros. Tehát én ennek a meghódítására indultam most. Na, akkor a program körüli kérdésemet kikerült-e ügyesen? A Budapest szíve programra vizsgálódnak azok, akiknek ebben vizsgálódnia kell, és várjuk ezeknek az eredményét. Kampánytéma lesz a belvárosban? Ha az én kampánytémámat kérdezi, akkor az első dolog, amivel én foglalkoznék, az az, hogy módosítanám a fapótlási rendeletet a belvárosban. Tehát nonsens az, hogy kivágnak abból a nagyon kevésből is fákat, és azokat lehet cseppelen pótolni meg a város másik részén. Én nagyon sokat foglalkoztam az Európai Unió Régiók Bizottságában olyan városokkal, ahol ugye kevés felület van faültetésre. Ezt meg lehet oldani zöld falakkal, zöld tetőkkel és olyan árnyékoló rendszerekkel, ahol a belvároson belül nem mondjuk fa átmérő alapján kell pótolni, hanem a lombkorony mennyiségét kellene visszapótolni zöld falakkal. Tehát én biztos, hogy nem programfelülvizsgálattal kezdeném meg régi ügyek kinyomozásával, ezt el fogják végezni azok, akinek ez a dolga. Hanem behoznék egy csomó olyan ötletet, amit az elmúlt 5 évben én személyesen vittem a régiók bizottságába. Az egyik ilyen ez a szociális bérlakások ügye, és a bérlakások energiahatékony felújítása. Tehát ha valahol érzik azt a lakók, hogy megfizethetetlen egy albérlet, az pont a belváros. Tehát ez nem csak az 5., 6., 7., 8. kerületet érinti, és ez részben hát most olvastam erről, de hát ezeket a belterületeket érinti. 10 négyzetméteres lakások, 2 millió forintos négyzetméter ellen, és akkor kiadják utána 100 000 forintért. 10 négyzetméteres lakást. Tehát valamit ezzel nyilván érdemes kezdeni. Az egész városban lakhatási válság van. Tehát az, hogy ma a lakásokat, amiket lakás céljára építettünk ebben a városban, szállodaként üzemelnek, ebben kell találni egy másik megoldást. Adjunk szót Tamásnak. Annál is inkább, mert sokakat meglepett, hogy a Momentum hirtelen megjelent ebben az összefogásban, és hogy hirtelen megjelentek momentumos politikusok a képben, miközben mindenki azt gondolta, hogy a Momentum megvárja a maga idejét. De lehet, hogy megvárta, és ez volt az idő. Erről mond valamit, hogy került ebbe az összefogásba, a hétvégi bejelentett összefogásba a Momentum? Hogyne is, hogyha megengedi, akkor mielőtt erre válaszolnék, azonban ha csatlakozzak rá az elhangzottakra, mert nagyon izgalmas, hogy pont 5. és 6. kerületnek a polgármester jelöltjeit hívták meg. Szomszéd kerületek. Ide lehetne csatolni, igen, a 7. kerületet is, akikkel nagyon hasonló problémákkal nézünk szembe. És azt tudni érdemes, hogy például a 6. kerületben a legalacsonyabb az egyfőre jutó zöld területnek az aránya, amelyet mindenképpen egy radikális zöldítési programmal kell majd pótolnunk, illetve a legmagasabb a légszennyezettség 5., 6., 7. kerületekben, ami elképesztő. Több évvel kevesebbet élnek az ott lakók egyébként, én magam is azt találom, hogy szívom egyébként minden reggel, ellentétben egyébként jelenlegi polgármesterünkkel, aki éppen Budán él, ha jól tudom. Válaszolva viszont a kérdésére, persze. Szerintem 2018-ban, hiszen azóta változott meg a mi szövetségi politikánk, nagyon sokan követtünk el hibákat, de minden párt, nem csak a Momentum. Szerintem az MSZP is sokszor lekezelően bánt a kisebb pártokkal, az LMP folytatta ezt az ilyen teljesen eszetlen különálló politikáját, és a Momentum, bizony Momentum is arrogáns volt nagyon sokszor, és megmondom őszintén, nem léptünk vissza például elég helyen ahhoz, hogy megakadályozzuk a Fidesznek a kétharmadát, és én itt is szeretnék bocsánatot kérni minden választópolgártól, akinek itt csalódást okoztunk. De ha kap az ember egy pofont, akkor két dolgot tehet, mehet az újabb, a másikba, vagy változtat. És mi ezt mértük fel, és ezért döntöttünk úgy, hogy együtt fogunk működni, és mi a legszélesebb körű együttműködést szeretnénk egyébként elérni Budapesten is. Én azt gondolom, hogy az LMP-re is egyébként szükség van, sőt a Jobbikra is, mint hogy Egerben, Szombathelyen, Fehérváron és számos másik helyen, úgyhogy ez a mi célunk, hogy egy
egységes ellenzéket hozunk létre. Nehéz kerületeket kaptak? Ugye az 5. kerületet mind a mai napig Rogán kerületeként emlegetik. Ott egy szocialista jelölt Rogán kerületében lehet, hogy handicappel indul, vagy lehet, hogy pont nem, mert hogy valami nagyon más. Hát ugye én azért is jelentkeztem erre a feladatra, mert hogy ezt feladatnak tekintem, és olyan feladatnak, amit teljesíteni lehet. Ugye én egészen másképp látom azt, hogy hogyan kellene működjünk, és most erre esély is lehet. Mert ezek a kerületek önmagukban nem értelmezhetőek. Ugye egy egységes szövetet alkotnak, nyilván Budapest egésze, de hogy a belváros mindenképpen. És ezért fontos az, hogy együtt is működjünk nem csak a kampányban, de hogy polgármesterként az 5., a 6., a 7. és a 13. kerületi polgármester is legyen szó parkolásról, legyen szó zöld területfejlesztésről, legyen szó közösségi terek létrehozásáról, légszennyezettségről, hulladékkezelésről. Ezek mind olyan dolgok, amikben együtt kell gondolkozzunk, és erre most látok esélyt, hogy ez meg is történjen. Nem önmagunkba zárkózva, külön-külön előterjesztésekben gondolkodva, hanem létrehozni egy olyan belső szövetséget, aminek igazi eredménye lehet. Ez egy érdekes helyzet. Ugye Piko András momentumos civil jelölt, ha az lesz, majd ez kiderül, mert ő most egyelőre egy furcsa közleménnyel jelezte, hogy vele senki nem állapodott meg, de ő például a 8. kerületnek lenne a jelöltje. Niedermüller Péter, a DK európai parlamenti képviselője térne haza a 7. kerületben, igen, a szomszéd kerületekben. Tehát most jó európai, azokról a kerületekről beszélek, amelyekkel határosak lesznek az önök kerületei, hogyha minden úgy alakul, hogy remélik. Úgy is gondolnak erre, hogy ezekkel a kerületekkel úgy kell együttműködni szinte, mint a sajátjuk lenne? Abszolút. Hát számos olyan terület van például, akár a hulladékgazdálkodás, számos terület van, ahol együtt kell működnünk, mert úgy hatékonyabb, költséghatékonyabb is, és egyébként ott lakóknak is érdemesebb és jobban megéri. Tehát akár ha fejlesztésekben gondolkodunk, közösségi térfejlesztésben. Ezt értem, de például kampányolni, akkor mennyire fognak együtt? Hát, tehát mondjuk Niedermüller Péterrel vagy Piko Andrással együtt fognak a különböző kerületekben önök is mozogni, és tőlük is elvárják, hogy önöknél jelenjenek meg? Itt elvárás nincs, mi szövetségben indulunk. Tehát, hogy partnerek vagyunk, szövetségesek vagyunk. Abban van érdekünk, hogy Budapest egészén változás legyen. Legyen új ellenzéki főpolgármesterünk, és legyen többségünk a fővárosi közgyűlésben ellenzéki polgármesterekkel. Mert akkor tudunk az egészre hatni. És igen, együtt fogunk dolgozni. Hogy a kampányban is, és utána. Jelentkeztek? Tehát ön például kérte a saját 6. kerületét? Viszonylag természetes választás voltam a Momentumon belül, hiszen az elmúlt 33 évemből nagyjából 30-at töltöttem egy kis külföldi kitérővel a kerületben. És ismertek régóta, ott is indultam már az országgyűlési választásokon is. Úgyhogy alapvetően természetes volt, hogy engem kérnek fel, mint relatíve talán helyben is ismert arcot, aki ismeri a helyiek problémáit is. Azt hiszem, hogy ez elengedhetetlen az, hogy ne csak felmérjük, de meg is oldjuk őket. És hagyj hozzá be még egy problémám, amit azt hiszem, hogy már te is említettél korábban, az pedig az, amit általában nem éppen az 5. vagy 6. kerülettel társítunk a gondolkodásunkban, hanem mondjuk a keleti régiókkal, és a 6. kerületről talán az Andrássy meg az Operá jut inkább az emberek eszébe, de ez a szegénység. Az a lakhatási szegénység, ami jelen van, mondjuk a 6. kerületben is. Ugyanis nem tudom, hogy tudják-e például, hogy körülbelül 300 olyan, csak az önkormányzat tulajdonában 300 olyan szociális bérlakás van, ahol nincsen fürdő vagy WC. És az, hogy emberek százai, ezrei élnek a létminimum alatt Budapest kvázi belvárosában vagy belvárosában, az elfogadhatatlan minden olyan párt számára, amely bármiféle szociáldemokrata vagy baloldali érzelmekkel is bír. Úgyhogy mi például a zuglói modell alapján, például a családi minimum jövedelmet szeretnénk bevezetni, a lakásfenntartási támogatást és számos olyan intézkedést, amelyekből ezeket az embereket is egy élhető, minimális, de élhető módot tudunk tekinteni. Ez közös számára. Például? Ez hát egy közös terv? Ez mindenképpen közös, hát mind a kettőnknek szerepel a legfontosabb ügyeink között. Ugye én nekem most fogadta el egy előterjesztésemet az Európai Unió Régiók Bizottsága, amiben az Európai Energiaszegénység ügyével foglalkoztam. És azt szeretnénk elérni, hogy a következő 7 éves európai költségvetésben legyen forrás arra, hogy a lakásoknak az energiahatékonysági felújítását meg tudjuk csinálni. Mert az energiaszegénység egy olyan dolog, lakhatási szegénység és energiaszegénység, vagyis sokaknak nehézséget jelent kifűteni a lakást, a hűtésről nem is beszélve nyáron. És ebben nagy segítség tud lenni, ha most nagyon rossz lakásállományt fel tudjuk újítani, és ha ez van közösségi forrás és önkormányzati forrás, akkor ez egy jó alapja lehet egy korszerű szociális bérlakásra. Mit gondolnak, ez számít, vagy az, hogy milyen párt színeiben indulnak?
az számít, hogy mi a programjuk, hogy tudnak-e olyat ígérni a választóknak az adott kerületben, ami nekik egy hiányuk volt az ottani életmódjukkal kapcsolatban. Több zöldet és megélhetési lehetőséget legalább a létminimum garantált szintjén. Vagy az számít, hogy ellenzéki vagy kormánypárti. Hogy készülnek erre? Szerintem a kettő nem zárja ki egymást, és nem elég egyik a másik nélkül. Én mindig azt mondtam, hogy az, amikor összefogást emlegetnek, ugye most együttműködést emlegettünk, teljes ellenzéki egységet, az a minimum. És onnan kezdődik az, hogy szembe tudunk nézni ezekkel a fideszes helytartókkal. Ha megnézzük az összes másik választási autokráciát, illiberális demokráciát, akárhogy is hívjuk őket, ott van Lengyelország, ott van Törökország, mit látunk? Az, hogy összeállnak esetleg egyébként egymástól kicsit más gondoló pártok is, és úgy néznek szembe ezekkel az ellenfeleikkel. Törökország nagyvárosai most példát mutattak. Így van, példát mutattak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Fidesz és az ellenzék közötti különbség az olyan szakadék, mint mondjuk a Grand Canyon, akkor mondjuk a DK és a Jobbik, mint ellenzék két legszélsőségesebb pártja, így egymással szemben szélsőséges persze, azok mondjuk a rám szakadék. Azt gondolom, hogy ebben az esetben felelősségünk együttműködni. Beesni egyikbe se jó. Nem, egyikbe se jó, de azt gondolom, hogy tudunk együttműködni. A szavazóink akkor fognak eljönni szavazni, tehát sok lába van. Ha egyrészt látják, hogy olyan jelöltek indulnak, akinek van elképzelése arról, hogy mit kell ott csinálni. De a másik része az, ha azt látják, hogy van esély Budapesten a változásra. Mert hogy a 2019-es váltás a fővárosban fogja megalapozni azt a kormányváltást, amit a szavazóink szeretnének. Ha ezt látják, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és ezt meg tudjuk csinálni, akkor lesz változás. A pártok szoktak beszélni arról, hogy nekik mennyire nincsen pénzük kampányolni. Ez önöket mennyire fogja gátolni? Szerintem nagyon keveset beszélünk arról egyébként, hogy ugye a kormány betiltotta, vagy az országgyűlés betiltotta a vadplakátolást. Még nem látjuk ennek az eredményeit. De az alapján, amit mondjuk 2018-ban láttunk, hogy ezeken az elefántfüles reklámokon, hogy mondjuk a BKK már nem adja ki mondjuk a reklámhelyeit, az alapján igen meg fogja nehezíteni. De éppen emiatt is fontos az, hogy most jelentették be ezeket a polgármesteri jelölteket. Mi már hónapok óta egyébként, de most már még nagyobb lendülettel tudunk belevágni abba, hogy személyesen felkeressünk minden egyes választópolgárt. És erre most van esélyünk, többször. Akkor önök már elkezdődött a kampány? Abszolút. Még hogyha az önkormányzati fél év múlva is lesz majdnem? Ugye kint vagyunk az utcán, elindult az aláírásgyűjtés az európai parlamenti választásokra, ugye május 26-án remélem a nézők is tudják, hogy el kell jönni szavazni, és most lehet aláírni a pártoknak, több pártnak is lehet aláírni. Kint vagyunk az utcán minden nap, a nagy csomópontokon, úgyhogy várunk ott. És most már mindenki a saját kerületében, gondolom elsősorban, ha lehet. Elsősorban természetesen. Köszönöm szépen. Köszönjük.